A magyarországi foglalkoztatási mutatók visszatértek a járvány előtti szintre. Jelenleg körülbelül 4,7 millió ember dolgozik az országban. Vannak azonban régiók, így például Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is, ahol egyre inkább munkaerőhiány alakult ki. A munkaerőpiacon a kisgyermekes szülők is tartalékot képeznek. Ahhoz, hogy közülük is minél többen dolgozzanak, a kormány nemrég egy képzési lehetőséggel egybekötött ösztöndíjprogramot indított el. Készen kell arra állnunk, hogyha váratlan helyzet történik, akár az egész közösség, akár a foglalkoztatás politika területén, akár egy-egy család életében, akkor erre legyen megfelelő válasz. A megfelelő választ abban látjuk, hogyha föl tudunk készülni, minél több ismerettel tudunk bírni, esetleg minél több szakmával. Annak érdekében, hogy az a 3 év, 6 év, amit a szülők otthon töltenek a gyermekükkel, ilyen szempontból is eredményes lehessen, ezen időszakra egy képzési ösztöndíjprogramot indítottunk, amiben nyilván benne van a képzés, ahogy említettem. A képzés arról szól, hogy ezen időszak alatt, míg a gyermek cseperedik, legyen lehetőség arra, hogy bővüljenek az ismeretek. Itt a legeslegfontosabb és a fő irány, hogy egy új szakmát szerezzenek, tehát szakmai képzettséget tudjunk biztosítani. Az elszegényedett területen élők körében olyan is előfordul, hogy a program az általános iskolai bizonyítványt segítheti elő, a képzések nagy része azonban szakképzettség megszerzésére irányul, tette hozzá az államtitkár. Az állam a képzettség megszerzéséig, illetve legfeljebb 1 évig havi 100 000 forint ösztöndíjat is biztosít a kisgyermekes szülőknek, akik a teljes összeghez azonban csak úgy juthatnak hozzá, ha sikeresen végzik el az adott tanfolyamot. Eddig kb. Egy olyan 1300-1400 érdeklődő van, illetve pályázó, aki 2021. decemberéig regisztrált, jelentkezett, támogatásban részesült, és ezek a képzések hamarosan indulnak. A másik része a programnak lényegében a folytatása az a következő naptári évre szól, tehát 22 végéig lehet jelentkezni. Tehát 2 naptári éven keresztül megy ez a program. A célcsoport, akiket szeretnénk elérni, vagy el tudunk érni reményeink szerint, az egy olyan 3000 fő lehet. A 3000 főnek a költségei kalkulációnk szerint egy 3 milliárd forintot igényelnek majd, és ez rendelkezésre áll. Tehát most is csak arra tudom biztatni azokat a kisgyermekes szülőket, anyukákat, apukákat, hogy akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, olyan élethelyzetben vannak, vegyék ezt igénybe. Képzésben, ösztöndíjban részesülhetnek, és reményeink szerint ezáltal könnyebben tudnak majd elhelyezkedni, esetleg új kihívásokra reagálva, vagy stabilabb munkakört tudnak elérni a korábbi munkahelyükön. A programra mindkét szülő pályázhat, az egyetlen feltétel, hogy mindketten töltsék be a 18. életévüket. A részletes leírást a Magyar Államkincstár honlapján találhatják meg az érdeklődők.